Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Pilisvörösvári Varázsbuddha Zenközpontban. És az a gyönyörű tisztem van, hogy ezt egy tanítással bevezessem. Valójában a legfontosabb dolog megtörtént, összejöttünk itt mindannyian, énekeltünk egy gyönyörűet, így a nevet és a formát, az égit és a földit egymáshoz kapcsoljuk. És hát idefele jövet, gyönyörű fények voltak. Aztán egyszer csak a felhők mögé bújt a nap, és mert lenyugodni, most is tart. És biztos lehetsz benne, hogy holnap reggel föl is kell. Az a kérdés, hogy te fölkelsz-e? Tehát mi lesz veled holnap reggelig? Ezt tudod? Még nem tudod. Mindannyian a földi élet varázslatában élünk. Idefele jövet a gyönyörű fényekben, az autóban csak így elhangzott egy mondat, hát ez ilyen varázserdő, hogy kizöldült, hogy megélett, és az eső nyomán, hogy tényleg elindultak a fák, a füvek, a virágok. Aztán jövünk errefelé, és nem messze innen, ott van a varázstó, az a fantasztikus tó, ami mellett olyan jó eljönni, legközelebb tán ki is ülünk a partjára. És aztán jövünk ide, ahol van a varázsstílus, és egy olyan hely, ahol úgy érzed, hogy majd téged jóindulatúan a buddhák és a bodhiszattvák jól elvarázsolnak. És itt fogsz csalódni. Ugyanis ez az a hely, ahol abból a varázslatból ébredsz föl, amivel te eddig vagy elvarázsoltad magad, vagy hagytad, hogy mások elvarázsoljanak. Ugyanaz. Tehát a felébredés helye az nem egy negatív varázslás, nehogy azt itt, hogy te most itt úgy fogsz csalódni, hogy ide, mint hogyha sósavval leöntötték volna a vízvezetéket, hogy ott már semmi nem marad. Viszont ahhoz, hogy te átlásd az emberi valódat és az emberi helyzetedet, az fel kell ébredni minden varázslásból, minden karmából, minden cselekedetből, minden teremtésből. És innentől kezdve dolgunk van, hiszen hogyha a teremtés gyönyörű művét át akarod látni, akkor egy időre meg kell tartóztatnod magad attól, hogy te varázsolj bármit, vagy hogy téged elvarázsoljanak. Mind a kettőtől tessék szíves tartózkodni. A legsúlyosabb, amikor az emberek saját szemükbe tesznek port. Van úgy, hogy aranyport, ezt hívják okosságnak. És amikor ez az aranyporral elkábítjuk magunkat, hogy mi milyen okosak vagyunk, és mi milyen sokat tudunk, akkor a világ egyszer csak így leken egy hatalmas pofont, és kiderül, hogy az összes tudásod nem volt elég ahhoz, hogy ezt kivéd. Vagy meglásd. Vagy megelőzd. És innentől kezdve az a dolgunk, hogy a felébredés művét gyakoroljuk, és akkor leszel igazán jó varázsló, mert nem fogsz varázsolni. Segíteni fogsz. Nagyon más. A segítséget, főleg a világnak ezen a tájékán, Kelet-Európának itt a biztonságérzettől nem túl jól ellátott tájékán, varázslásnak fogják fel. Segíts nekem, néha azt jelenti, varázsoljál. Sőt, örvendeztess meg. Sőt, a saját kielégülésemet keresem a spiritualitás gyakorlatában. Ezekkel találkozol, mert mi egyébbel találkoznál. És amikor van valaki, aki azt mondja, hogy ez mégsem az, vagy csak részben az legjobb esetben, akkor ezzel felvállalom azt a veszélyt, hogy nem azt mondom, amit hallani akarsz. És a zen az itt kezdődik. Hogy nem azt hallod, amit hallani akarsz. Nem azt a véleményt nyilvánítod, amit eddig. Nem azt a világnézetet követed, mint eddig. Nem azt az önismereti utat követed, mint eddig. Miért? Mert ezek mind valamilyen varázslatra alapultak. Valamilyen mitoszra, valamilyen identitásra, valami olyasmire, amit te eddig igaznak hittél. És ez legjobb esetben is csak részigazság volt. És hogy a részigazságból egész legyen, ahhoz a részt félre kell tenni. Tehát az nem azt jelenti, hogy ilyen darabokból, részigazságokból egyszer csak kijön valami, amivel te boldog vagy, mert egésznek tűnik. A formavilág olyan, hogy bármikor elvehetsz belőle, és bármit hozzátehetsz. Soha nincs vége. Soha. Nem a részigazságokból lesz az egész.
Nem mozaikokból lesz a kép. A kép már akkor készen volt, mielőtt az első mozaik megjelent. Az igazság nem részekben van. Oké? Okay? Tehát itt, ebben a helyzetben, amiben vagyunk, földi test, földi lét, társasság, feladatok, azt látjuk, hogy egyszer csak elmegyünk egy ablakhoz, aztán elküldenek minket egy másik ablakhoz, aztán egy harmadik ablakhoz, egy negyedikhez, egy ötödikhez, csak ebből kialakulnak azok a részigazságok, hogy itt se oldottam meg, itt 10%, itt egy aláírás, ott egy papír, ott még két papír, és akkor egyszer csak eljutott a nyolcadik ablakhoz, ahol azt mondják, hogy igen, jó helyre jöttél, és most amit eddig összeírtál, összeszedtél, azt nyugodtan itt beadhatod, és boldogan hazamész. No kérem, ez nem az univerzális ügyfélkapu. Itt az van, hogy félre kell tenni minden olyan belső bürót, amivel te igazolni akarod magadat, amivel te magyarázni akarod a létedet, amivel elvarázsolsz, vagy elvarázsoltatsz. Tehát ezek a narratívák, ezek a rétegek, ezek a részigazságok. És ahhoz, hogy visszagyere az egészbe, ahhoz tégy félre mindent. Semmi más nem kell, csak ez. Tehát térj vissza a lényeghez, a név és forma nélküli egészhez, amelyből minden rész keletkezik, de a részekből nem tudod összerakni. A részek teljes félretételével tudod tapasztalni. És hogyha mindent félreteszel, akkor lesz meg az egész. Ezt a régiek még annyira sem magyarázták, mint most én. A zen nem indokol. A zen láttat. Miért? Hogy te is láss. Az elme nem csak kíváncsi, hanem éhes is. Éhes a modellre, éhes a rendszerre, éhes a világképre, az önképre, azért, hogy te valahogy megmagyarázd magadnak, hogy te miért vagy ilyen, a másik miért ilyen, a másikhoz miért viszonyulsz így, miért ilyen a világod, stb. Ahelyett, hogy látnánk, a karmád már akkor készen van, amikor lejöttél ide, és fölveszed a testet, kipottyansz anyuka hasába, első üvöltés, első lélegzetvétel, és a karmád már be van készítve szépen. Az nem jelenti azt, hogy nem változtathatsz rajta, hanem sokkal inkább azt, hogy nem kell magyaráznod, hogy te ki vagy, mert az már megvan. Javítani érdemes rajta. De miért nem inkább látjuk az utunkat, látjuk, hogy mi a dolgunk, és miért megyünk annyi helyre, ahol inkább elvarázsolnak minket, és a szemünkbe dobnak valami aranyport, hogy akkor légy ezzel, te okos, boldog vagy, kielégült. Mert ezt akarjuk. És ez a hely sok más, a stílusunkba illő zen meditáló helyel együtt, a felébredés helye, a látás helye. A Buddha szemének szimbolikus megnyitása arról szól, hogy merj látni, merj kinyitni a szemedet, merj látni magadat és a másikat úgy, ahogy van, a világot és az embereket úgy, ahogy vannak. Ne magyarázd, ne indokold, ne akard javítani vagy rontani. Először is lásd úgy, ahogy van. Ezt hívjuk a zenben ilyenségnek. Hát ez a ruha, ez nem rossz és nem jó, ez szürke. Ez a bot, ez nem rövid, ez nem hosszú, ez pont ekkora. Oké? Okay? Te nem vagy jó vagy rossz szemben, de pont ilyen a karmád. Ilyen a beszéded, a gondolkodásod, az érzelmeid, a tetteid. Most ezzel kezdjél valamit. Tehát a látás, szanszkritul vidya, ez a zennek az útja, és minden olyan meditációt is magában foglaló buddhista út, ahol a tapasztalás az elsődleges. A látás, tapasztalás. Az okosság, a magyarázat, gondolkodás. A kettő úgy viszonyul egymáshoz, mint a halászháló és a tenger. A halászhálóval nagyon sok halat kifoghatsz, de a tengert soha nem foghatod ki. A gondolkodással, a rendszeralkotással, a magyarázkodással rengeteg szót, tudományt, egyebet gyárthatsz. De az egészet nem tapasztalod, ami gondolkodás előtti.
Tehát, hogyha leteszed a halászhálót, és mersz beleugrani a tengerbe, akkor a tenger egészét tapasztalod. Miért? Mert rájössz, hogy te valójában egy csepp vagy a tengerben. Nem vagy te annyira különálló ettől. De míg ragaszkodsz ehhez, addig úgy tűnik, hogy te és a tenger nagyon különböztök. Míg ragaszkodsz ehhez, addig a másik ember és te nagyon különböztök. Itt, szívcsakránál, érzelmek kavalkádja, káosztól kezdve a kozmoszig, minden itt van. Nagyon tudunk különbözni, és nagyon tudunk egymáshoz tartozni. Melyiket választjuk? De amikor visszatérsz a gondolkodás elé, a dualitások elé, akkor látsz, akkor tapasztalsz, akkor egyé válsz. És ez az, amikor beugrasz a tengerbe, mert rájössz, hogy akárhány halat akartál fogni, egyikkel se laktál jól. Valójában az egész kell, a tenger kell, és akkor ahelyett, hogy a halakat elfogyasztanád, te melléjük szegődsz, és velük együtt úszol. Teljesen más. Úgyhogy a meditáció helye, a látás helye, az egyévválás helye, a felébredés helye, és azt kívánom, hogy ezt mindannyian megfelelő módon használjuk fel. Sokféle gyakorló van. Az egyik, aki el akar érni valamit, bejön, nem éri el, és akkor csalódottan tovább megy. Nem jó a tanító, nem jó a tanítás, és nem jó a tanítványi közösség. Nem ért meg engem a tanító, nem azt a tanítást kaptam, amit akartam, és nem tudok beilleszkedni a tanítványi közösségbe. Hallod ezeket a mondatokat? És hogy hányszor előfordult esetleg veled, de hogy másokkal, az biztos. Hány csalódásunkra keresztül menned, amikor rájössz, hogy valójában veled van a probléma. Tehát a te téves nézeteid, hamis önképed, táplált illúzió tömeged, ez a probléma, és valójában szinte mindegy, hogy ki ül itt. Abból a szempontból nem mindegy, hogy ő maga a tanítói láncolatnak tagja-e vagy sem. Magyarul, hogy az ő szempontjából megvan az integritása, az eredetisége, és így a hitelessége. Ez nem arról szól, hogy te szereted-e vagy sem. Még arról se, hogy milyen színű ruhát visel, vagy milyen a hajstílusa. Hanem arról szól, hogy része-e a tannak, részévé vált-e annak az átadási láncnak, amely esetünkben a Buddhától 2560x éve már teszi a dolgát. Most innentől kezdve a kérdés az, hogy te szeretnél-e ennek részévé válni úgy, ahogy a hal a tengerben van, és nem olyan gondolkodik azon, hogy most ő kopoltyús vagy tüdős, van mind a kettő. De a kopoltyús az kopoltyúval dolgozik, a tüdős pedig tüdővel. Aztán vannak a tengeri emlősök, az is egy másik, meg a puha testűek, meg az ilyen kis rákok, mély tengeriek. Egy ilyen kis fehér fonal, és 4000 méter mélyen lent van, és foszforeszkál. Gyönyörű. Tehát nem az identitásodnak a kérdése, hogy te az úton tudsz-e járni. Sokkal inkább annak a kérdés, hogy fel akarsz-e ébredni. Fel akarsz-e ébredni a varázslásból és az elvarázsoltságból? Ez a kérdés. És ha igen, akkor az illúzióvesztések sorozatán keresztül eljutsz valamerre, valahová, amit nem vártál. Miért? Mert folyamatosan itt vagy. Az úton való haladás illúzió. Úgy tűnik, mintha A-ból B-be eljutnál. Beértél a nirvánába, megtapasztaltad a megszabadulást, és innentől idáig eljutsz. Valójában nincs hová menni. Valójában itt, ebben a pillanatban, és ezen a helyen kéne 100%-osan lenni, testtel, lélekkel, tudatossággal. Ezért mondja a Gyémánt Szutra, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ezért hangsúlyozza a zen a pillanatot, amely a térnek és az időnek, az ittnek és a mostnak a keresztjében van. Tehát ne akart-e haladni sehová, mert újabb és újabb varázsfüggönyöket fogsz tapasztalni, újabb és újabb festményeket, szentképeket, szutrákat, kínai karaktereket, bodhiszattva képeket, ezeket fogod tapasztalni, és minden lepel után jön egy újabb, minden kép után jön egy újabb, minden lelkiállapot után következik egy újabb.
A nirvána, B nirvána, C nirvána, egyikben sem fogsz megmaradni. Ebben a pillanatban tudsz csak megmaradni, ezen a helyen tudsz csak 100%-ig lenni. Miért? Mert itt van a tested. Akkor legyen itt a lelked is. Legyen itt a tudatosságod is. Ezt hívjuk tiszta, tükörszerű, térszerű önvalónak. Eredetileg nincs neve vagy formája, de valahogy csak el kell neveznünk, hogy az elméd ne éhesen menjen haza. És a tapasztalásból lesz az út. A folyamatos visszajövetelből lesz az út. A folyamatos felébredésből lesz az út, hogy rájössz, hogy nem kell elvarázsolni senkit. Így senki sem fog elvarázsolni téged. És a felébredés a legnagyobb varázslat, mert nincs benne semmilyen karma, semmilyen cselekvés, semmilyen következmény. Ezt hívjuk a helyes helyzetfelismerésnek, amikor végre a pillanat letisztul, helyes kapcsolatteremtésnek, amikor már tényleg látod, hogy ki vagy és kikkel állsz szemben, és a helyes együttműködésnek, amikor valóban együtt járjuk a felébredés útját. Úgyhogy ha ebben segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Közel 15-20 év alatt nekem a buddhizmus úgy mindig valahogy így visszaköszönt. És már olyan emberek jönnek így, hogy így ránézek, és köszönöm nem. Ugye a munkában is vannak olyan kollégák, hogy egy-két hónap után leszakadtak például. Kérdésem az, hogy esetleg jó úton haladok-e, hogy erősödök-e? Fogalmam sincs. Aha. A fontos ez az irányvétel, és ennek tudatosnak kell lennie. Tehát most a szertartás végén, a Szívszutra eléneklése után el fogjuk mondani a négy bódhiszatva fogadalmat, mert ez az irányunk. A legelső az, hogy a szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindnek segítségére leszek. Ez az irányvétel nem azt jelenti, hogy te mindenkinek a karmáját a válladra veszed, és mint egy képzeletbeli zen atlasz, hordozod az egész bolygót magadon. Sokkal inkább az, hogy a felébredés útját járod, és e felé segítesz minden lényt, úgyhogy ennek olyan túl nagy látszatja nincs. És a szenvedélyekről most nem kell beszélnünk, hiszen az nem probléma, de a tanítások, azok ugye sokrétűek. És a fogadalom azt mondja, hogy fogadom, hogy mindet megismerem. Na most itt biztos, hogy van még tér, hogyha beszeretnéd járni. És ilyenkor félre kell tudni tenni azt a személyes szimpátiát vagy antipátiát, amit a tanító iránt érzel, akkor, és csak is akkor, ha úgy érzed, hogy a megfelelő tanítást képviseli. Tehát, hogy te ezt a tanítást szeretnéd tanulmányozni, ez téged nagyon érdekel, de az a tanító, az nekem nem tetszik. Ha kopasz, akkor azért. Ha hajas, akkor azért. Ha férfi, akkor azért. Ha nő, akkor azért. Ha külföldi, akkor azért. Ha hazai, azért. Tehát mindig találunk valami magyarázatot, amitől éppen távol szeretnénk tartani a tanítót magunktól, vagy, ami még rosszabb, hogy állandóan a tanító közelébe lenni, és ilyen kis miniguruvá válni ezáltal, ugyanis a nagyguru melletti lét, az titkon egy olyan vágya jár, hogy én egy kis miniguru leszek, és aztán úgy növekszem, és egy idő után én is ugyanolyan nagyguru leszek, mint ő. Tehát ez a fajta néha gyermekes, néha nem túl felnőtt ambíció, az megint csak eltorzítja a tanító és tanítvány viszonyát. Tehát van olyan, hogy derűs, de tiszteletteljes viszony, van olyan, hogy kötelességtudó segítő viszony, van úgy, hogy az ember néha pokolba kívánja a személyét, de nagyon szeretné a tanítását. Nézd meg, hogy magadból mit kell feladni ahhoz, hogy azt az irányt tud követni. Vagy hogyan tudsz segíteni, hogy az az irány, amit követsz, tovább menjen, tovább éljen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ugye a változás, ez egy állandó dolog. Nem tudom. Na, keveset éltem. Nem hát, tudom, hogy állandó. Lehet, hogy voltak olyan korszakok, amikor ez így nem volt. A római korban itt voltál? Lehet, hogy akkor nem változott annyira, vagy nem változott olyan gyorsan. Egy olyasféle előfeltevést mondtál, ami logikus, de nem biztos, hogy ez mindig így volt. Valójában mit akarsz kérdezni? Egy általánosság mögött mindig van egy kis magányos konkrétum, amelyik ott kívánja, hogy meglássák. Mi ez?
Tehát, hogy miért ilyen nehéz elfogadnia a változást? Na, milyen változással van gondod? Tehát mindig történik valami, tehát munkában, magánéletben és mindenhol. Úgy érzed, ura vagy az életednek? Nem érzem, akkor ez a baj. Tehát beszéltünk a változás állandóságára, ez egy premissza, ez egy elv, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Azzal, hogy úgy érzed, hogy nem vagy ura az életednek, azzal már igen. Látod? Nem tartod sokáig, hogy ne varázsoljuk el magunkat egy általánossággal, hanem legyünk nagyon konkrétak. Mi az, amit nem uralsz az életedben? Ebben a pillanatban mi a dolgod? Jelen lenni. Mi következik a jelenlétedből? Nézd rám. Figyelem. Tehát, hogyha a jelenlétből nem következik figyelem, valójában nem vagyunk jelen. Mi következik a figyelemből? Megértés. Pontosan. Ebben az esetben megértés. Megértésből mi következik? Tanulás. A tanulásból változás. A változásból döntés. Na most, ha ezt a folyamatot nézed, akkor ne a változással foglalkozz, hanem annak a gyökerével. Valójában tanulsz a változáson keresztül? Valójában a figyelmet gyakorlod a tanulás közben? A figyelem a jelenléthez hoz vissza? Mert ha igen, akkor a változással nem lesz gond. Miért? Mert mindegyikünk megszületik, felnő, megöregszik és meghal. Mindenki. De eközben mit érünk el? Tehát mit érünk el a tudatosság szintjén, az emberség szintjén, a felébredés szintjén? Mit érünk el? Ez, hogy változik, meg nem úgy, meg nem akkor. Ezt tínédzserkorunk óta tudjuk. Néha már korábban. De az, hogy mivé válunk ezáltal, milyen utat járunk a saját döntéseink alapján, milyen leckéket tanulunk meg, ez a fontos. És ha ez megvan, akkor a döntéseid helyes irányba tudnak mutatni. Hogyha végtelen ciklusokban merülsz ki, hogyha úgy érzed, hogy állandóan a falnak mész, hogyha folyamatosan ürességbe jutsz, ez vákum, ez nem a sunyatá, akkor valószínűleg rosszul döntöttél. Akkor valamit nem tanultál meg, akkor valamit nem figyeltél meg helyesen, és akkor nem voltál jelen. Oké? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a feladatok, amik szembe jönnek, az mind a mieink. Mert segítő szakmában dolgozom, és néha úgy érzem sok, de mégis ez a dolgom, és mondhatok-e nemet? Nem. Érzed azt a derűs paradoxont, ami a válaszból következett? Igen. Itt volt a lehetőség. Mondhattál volna nemet is. Na, mi az, amire nemet szeretnél mondani? Hát én azt nem tudom mindig, hogy ez az én feladatom, vagy mások szeretnék, ha én oldanám meg helyettük. Tehát, hogy van olyan ismerősöm, több is, aki elmondja, és én, ha megmondom, hogy mi a véleményem, akkor ugyanott folytatja. Tehát, hogy nem segítek neki ezáltal. Akkor már szerintem nagyon sokat dolgoztál ebben a szakmában, hogyha erre rájöttél. Hasonló szakmában vagyunk, csak a segítség soha nem jelentheti azt, hogy egy picit is magunkra vesszük az illető döntési szabadságát, autonómiáját vagy felelősséget. Miért? Mert a szabadság és a felelősség az ugyanannak az éremnek a két oldala. Ha elveszem vagy elfogadom valakinek a döntési szabadságát, mondd meg, döntsd el helyettem, majd én megcsinálom. Egy, nem fogja megcsinálni. Másrészt hirtelen a felelősségét is magamra vettem. Bármikor mondhatja, hogy te voltál. Miattad vagyok ilyen. Megcsináltam, amit mondtál, hittem neked vakon, ez a legrosszabb. Hittem neked vakon. Minek? Ki mondta, hogy csukd be a szemed? Ki varázsolt el? Ki szórt aranyport a szemed elé? Magyarul úgy kell segíteni, hogy azzal az autonómiája nőjön, és nem úgy, hogy csökkenjen, mert akkor egyre több felelősséget fog rád ruházni.
Az egyik, hogy nem segítek, old meg. Ez valójában tényleg nem segítség. A másik, az a szélsőség, hogy én bármit megteszek, érted, hogy te jobban érezd magad. Nem. Megtanítalak arra, hogy te mit tegyél ahhoz, hogy te jobban érezd magad. És ez nem azt jelenti, hogy hirtelen te most boldogság a boldogságadikonban fogsz lenni, hanem hogy legalább nem szenvedsz és szenvedtetsz. Ez itt indul. Tehát, hogy az ember a saját karmájára lásson rá a négy fő csatorna tekintetében, mint gondolkodás, érzelmek, beszéd és cselekedet. Ez itt indul, tehát ezt az emberek többsége nem látja, hogy hogyan teremt, hogyan varázsol ezen négy csatornán keresztül. Pedig milyen jó lenne, hogyha ezt megtennénk. Segítő szakma, van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem? Jó, kezdem, vagy jó van, jól van? A jó hírem az, hogy soha nem leszel munkanélküli. Tehát olyan sebességgel termeljük újra a szenvedést ezen a földön, hogyha te így ilyen minden nap megsokszoroznád önmagad, még az se lenne elég. Rossz hír meg nincs, csak mások munkáját ne akard elvégezni. A saját munkádat végezd. Tehát van egy nagyon szép határ, hogy mikor veszed magadra mások karmáját, és mikor világítod meg a karmát a hordozója és a teremtője számára. Nagyon más érzésben is, eredményben is. Ha mások karmáját magadra óhajtanád venni, akkor ez egy ideig sikerül, mert az emberek így rád löcsölik, de valójában ez egy gumikötél, visszajön hozzájuk. Nem tudod helyettük megoldani. Ezt onnan veszed észre, hogy mondjuk kifejted a véleményedet, ne fejtsd ki, inkább mondd meg, hogy mi van, hogy most mit látsz benne, most milyen helyzetben van. És a véleményalkotás nyomán azt mondja, hogy jó, és visszajön, hogy ez nem működik. Miért? Mert nem a sajátja, mert a te véleményed volt, nem az ő belátása. És akkor azt mondja, hogy rosszat mondtál. Valójában mit hallott meg abból, amit mondtál? Még hogyha nagyon jót mondtál, akkor csak azt hallotta meg, amit ő akart. Magyarul a tisztánlátás az első, és ez a legnehezebb. Néha vissza kell kérdezni a veled szemben ülőt, hogy jól értem, hogy, mint Szókratész. És akkor elismétled, és kiderült, hogy teljesen mást mondott. És ezt a látszólag ilyen kis kognitív húsdarálót addig kell forgatni, amíg az értés, és ez még csak az intellektuális értés, nem több, már hasonló nevezőn van, közös alapon van. Olyan részigazságok vannak, és annyira általánosítunk, annyira eltorzítja a saját látásmódunk a valós helyzetet, hogy egyszerűen nem értjük meg, amit a másik mond. És utána pedig az igazi kérdés, hogy hogyan ébresztheted rá a tényleges helyzetére az illetőt. Volt egy ilyen budapesti központra egy kísérletem 20 évvel ezelőtt. És Budán nagyon sok ilyen romos villát meg egyebet megnéztünk, hogy hát ha tudod, megveszed, kitatarozod, ott vagy. És valahol ott a budai hegyekben volt egy olyan villa, amit mintha egy Tarkovszki filmből és egy második világháborús jelenetből egyszerre emeltek volna ki, szét volt bombázva, és látszólag már 40 éve esett rá az eső. És megnézegettem, ez így tényleg nagyon érdekes volt. És a körülötte lévő kis domboldalban lévő pincék egyikéből előbújt egy ilyen torzomborz. Büdös, alkohol szagú valaki, aki már 4 éve ott lakott, mert hajléktalan volt. És elkezdtünk beszélgetni, megkérdeztem, mit tud a portékára, meg hogy hogyan került ebbe a helyzetbe. Kiderült, hogy műszerész végzettséggel bírt, Csepelen lakott egy lakótelepi lakásban, amíg el nem vált, és utána az utcára került, és utána ide. És akkor egy morzsányi együttérzés ott felszakadt bennem, és azt mondta erre, az együttérzésre, hogy valójában tudom, hogy hogy jutottam ide. Nagyon sok döntés kellett hozzá. És akkor én lehidaltam. Tehát egy ilyen almaborszagú, hetek óta nem tisztálkodó, torzomborz, véres szemű embertől
kapsz egy olyan tisztánlátó mondatot, amit így elviszel magaddal. Miért? Mert a saját szenvedésen keresztül köpülte ki. Ez volt a tanulság. De még mindig ott volt a pincében. Tehát azért, hogy a látásból cselekvés legyen, az irányvételből útonjárás legyen, ahhoz kell a segítség. De a saját belátása nélkül ez nem megy. És gondold el, hogy hány döntést kell ahhoz hozni, hogy ezt visszafordítsa, és ne így halljon meg, mert jön egy tél, egy komolyabb betegség, ott senkije nincs. Csak egyszer csak elmegy. És ezzel a karmával születik újra. Úgyhogy nézd meg, hogy hogyan segíthetsz úgy, hogy az autonómiáját nem veszed el, hogy a felelősségére ráébreszted, és közben irányt mutatsz, amit esetleg követ. És akkor nem fáradsz ki annyira a nap végére, hogy már úgy érzed, hogy a családodnak, vagy a párodnak egyáltalán nem jut belőled. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hallottam azt, hogy a külvilág az nagyban függ tőlünk, hogy a mi kivetülésünk, vagy kivetítésünk, ez mennyiben igaz? Nagyon. Mert valahogy nem találom a helyemet az ismerőseim közt sem. Nem akarnak megérteni, én se értem sokszor őket, és valahogy nagyon más. Biztos, hogy megérteni kell őket? Tehát itt főleg férfi oldalon, Kelet-Európában olyan elméleteink vannak, olyan elgondolásaink vannak, olyan egyéni rendszereink vannak, hogy semmi más nem akarunk, mint hogy a másik megértsen minket. Valójában ez a szeretetre való vágy. Semmi más. Nem lenne jobb kikapcsolni magát a tudományos berendezést és közvetlenül, mondjuk szeretettel érzelmeket, akár közös cselekvésen, közös élményeken keresztül tapasztalni? Nekem volt egy nagyon-nagyon jó baráti köröm több mint 15 éven át. És az összes beszélgetésünkből úgy, hogy két hetente találkoztunk budapesti lakásokban, és beszélgettünk. Tehát ez teljesen más erővonalak mentén zajlott a 80-as, 90-es években, mint mondjuk az ezredforduló után. Tehát képzelj el nagyon konszolidált, nagyon világos tartalmú beszélgetéseket. Hétvégenként így két hetente elmentünk együtt táncházazni, sétálni, moziba, ilyenek. De legtöbbször beszélgettünk. És tudod, mi maradt meg leginkább? Egy rábatúra. Egy kéthetes rábatúra. Miért? Mert akkor együtt cselekedtünk a természetben. Kockáról kockára megvan, hogy vízre tettük a határ közelében a hajókat, és lejöttünk Budapestig. Fantasztikus volt. Tehát közös élmények kellenek, közös tapasztalások kellenek, ahol esetleg kevés szóval, vagy akár szavak nélkül is össze tudunk forrni a közös jelenlétben, figyelemben és cselekedetben. És nem az kell, hogy egymás magyarázatait meg kell értenünk, meg vissza kell böfögnünk, meg véleményeznünk, és akkor ettől van valami. Ettől nagyon kevés dolog lesz. Oké? Okay? Igazából az a problémám, hogy hallgatlak már téged, én is egy olyan egy éve, másfél éve találtam rád YouTube-on, azóta hallgatlak, és sokat változott a világképen. Próbálom tényleg szépnek látni, meg próbálom az embereket is másképp nézni, próbálom, szeretnék én is segíteni, de nem lehet. Azt látom, hogy nem lehet. Legalábbis a körömben mindenki valami nagyon olyat keres, amiben már én már nem hiszek is. Nem kellene egy segítőtől megtanulni, hogy hogyan kell segíteni? De szeretném azért. Hát itt a lehetőség. Mert amit a saját ideáid alapján szeretnél segíteni, az úgy érződik. És az emberek többsége mélyen nem kíváncsi a másikra. Csak azt akarja elsajátítani a másikból, ami neki kell. Ez nem mély kíváncsiság, ez egy birtoklás aztán. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az anyukám januárban meghalt. De előtte volt egy családi viszály, és tulajdonképpen az öcsém befolyásával én nem nagyon kerültem vele kapcsolatba utána, mert ő vele lakott, és úgy megfenyegettek, hogy én nem tudtam már oda menni hozzá.
és beszéltem vele telefonon egyszer-kétszer, de úgy elhárított az anyukám is, meg ő is. És amikor a temetés volt, akkor én ugyanúgy elmentünk, a család elment, ugyanúgy mindent megcsináltunk, és érdekes volt, hogy úgy teljesen úgy kezdtem lenyugodni, hogy ez most ez így van, ez megnyugodtam, és érdekes, hogy húsvét előtt lementem a temetőbe, és kicsit rendbe raktam ott a sírját, és azóta egyfolytában rémálmaim vannak róla. Hogy most nem tudom már, hogy rendezzem magamba a dolgot, hogy elmenjenek ezek az álmok. El kell menni megint a temetőbe, megint rendbe rakni a sírt, és miután rendbe raktad, le kell elé ülni a sír elé. És három dolgot tudatosíts. Az egyik, hogy mennyire hálás vagy az édesanyádnak. Megköszönsz mindent. Nem csak ő neki, hanem az ő édesanyjának, az egész női vonalnak. A másik, hogy megbánod azokat a hibákat, amelyeket önkéntelenül is elkövettél. Amikor gyerekként ezeket a hibákat elkövetjük, egy ideig nem tudunk róluk, de aztán tudunk róluk. Aztán felnőttként is elkövetünk hibákat, már más természetűeket, és azokért jó bocsánatot kérni, és ezzel a lelkednek a rendjét helyreállítani, ezzel a két mozdulattal. És a harmadik, az pedig annak a tudatosítása, hogy ő meghalt. Ez az elköszönés. Az Isten hozzád az útra bocsátás. És ekkor a sír előtt tudatosítanod kell, hogy itt csak a teste nyugszik, a lelke már nincs itt. A lélek a lelkekhez, a test a testekhez. Ez a sorsunk. Igen. És ha ez így van, akkor megszűnnek azok a rémálmok, amelyek egy rakás bizonytalanságból, félelemből, haragból, rémületből, mindenből vannak, de már nem igazak. Az álmok legjobb esetben is csak jeleznek valamit, de nagyon sokszor csak az elme tehetetlenségét mutatják. Amit éjszaka álmában tapasztal meg az ember, az egy elintézetlen karmikus probléma, amit éberen nem lát, mert vagy nem mer, vagy nem tud látni. Innentől kezdve van dolgod ezzel, hogy ne álomban jöjjön elő, amikor a te tudatosságod az mondjuk a minimum felé közelít. És amikor felébredsz, akkor ott van ez a lidérces, hidegverejtékes érzés, és egy másodpercnyi tudatosság volt, aztán az önvédelmünk lenyomja a tudatküszöb alá szinte az egészet. És csak egy nagyon pici marad meg belőle, amennyit merünk látni. És innentől kezdve a meditációnak a leburuló, éneklő és ülő változatát javaslom ebben a sorrendben. Ezt most fontossága tekintetében mondtam, ezt a három módszert. Tehát ha ezt a hármat a sírnál megcsinálod, és azt mondod, hogy egy hónap múlva megint kimész, akkor megint egy csomó minden eszedbe jut, amit addig nem tettél meg, a köszönet, a megbánás és az Isten hozzád, vagy útrabocsátás terén. És ezt újra megteszed. Ez lesz a praxis. De ezt nem szabad tovább tenni, mint az eltávozástól számított egy év. Egy év alatt a legkeményebb gyászfolyamat tudatos részének le kell zárulnia. Nem szabad túl sokáig a sírok között lenni, mert akkor egy sírban ragadsz, akkor nem tudsz kilépni belőle. Mondjuk tulajdonképpen a maga halálát azt úgy fel tudtam dolgozni, mert hát az úgy megtörtént, mert már átmentem egy-két ilyen dolgon, de... A rémálmok nem ezt mutatják. Hát igen, hogy... Úgyhogy dolgod van. Egyéb kérdés. Köszönöm. Szívesen. Elhangzott az előbb a vákum szó, és én ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, mert vannak olyan pillanataim, amikor ilyen vákumba kerülök. És alapvetően ez egy ilyen teljesen tudatvesztett állapot.
amikor az embernek elromlik a kedve, vagy elkezd szorongani, vagy bármi problémája van, akkor érzi, ahogy belemegy ebbe a helyzetbe. De a vákum az egy olyan dolog, amiben így belekerülök, és egyszer csak kikerülök belőle, tehát így körbevesz, és puk, el is múlik. De ez nagyon, volt a csomagolás. De nagyon rossz benne lenni. Aha. Tehát, hogy itt mi történik ilyenkor? Hát semmi más, mint amit a kérdésed első részében leírtál, ugyanis amikor egy kellemetlen karmával szembesülünk, akkor a túlélő ösztöneink kivonják az energiát belőle, ha már egy picit rutinosabbak vagyunk. Aki nem rutinos, az újabb reakcióval, újabb energiabefektetéssel szeretné a rosszat megváltoztatni. Gyökerében az mindig ott lesz. A vákum azért tapasztalás, mert ha már egy haladóbb, ugye, spontán működő önvédelemmel rendelkezel, akkor nem reakciót reakcióra halmozol, nem karmát karmára halmozol, hanem kivonod az energiát abból, ami épp ott tarthatatlan. És ez a vákumérzés. A tudatvesztés viszont azért van, mert a tudat elveszítette a tárgyát. És képzeld el, én annyira hozzászokom ehhez a zenbothoz, hogy csak úgy tudom elképzelni az életemet, hogy ezt fogom. És hogy ezt valaki kivenni a kezemből, akkor egy orra buknék, mert nincs a kezembe a zenbot. És azt hittem, hogy az élet csak így képzelhető el. Tehát a tudat elveszítette a tárgyát, elveszítette a megszokott állapotát, és orra bukott, mert nem tanult meg tárgyatlanul létezni. Nem tanult meg az adott trauma nélkül létezni. Amikor az ember saját traumájának a fogja, azt az azonosuláson keresztül teszi. Segítőknek ez egy jó mondat. Mindaddig, amíg a célszemély azonosul a saját karmájával per traumájával, addig nem szabadítható meg, mert ő ezt visszautasítja. Csak érezzük jól magunkat. Amikor viszont a megszabadulás bekövetkezik, akkor azt nem szoktuk meg, és elvész a tudat tárgya. És ekkor ez a vákum átmegy egy ilyen kellemetlen semmi érzésbe, holott épp szabad vagy. Éppen megszabadultál. És egy nagyon magas rendű úton kivontad az energiát abból a karmából, aminek az információ tartalma tarthatatlan volt. Olyan gondolatok, érzelmek voltak benne, amelyek rendkívül traumatikusak. És ekkor, hogyha kivonod az energiát belőle, és nem táplálod, akkor az információ szétesik. Tehát ezért szoktak a régiek nagyokat böjtölni, nagyokat utazni már, mint hogy menni itten szépen 800 kilométert a tengertől. Azért, hogy az út pora levigye a sorsukat, hogy az útba tett energia a karmájukból kivonja az energiát. És akkor megváltozik az önkép, megváltozik a világkép. A karma nem más, mint energia és információ együttállása, egybeforrása. Megváltoztatod az egyiket, megváltozik a másik is. Most elolvasol valamit, és a gondolat, ugye, az információ által megváltoztatja az energetikádat, megváltoztatja a jelenlétedet. Az érzelmek, hát az a legjobb. Érzelmi kapcsolat, és mihelyt az érzelmeid nagyon jók, az egész energiát kiárad, és te fantasztikusan érzed magad, és kisugárzol, és mihelyt olyan érzelmeid vannak, hogy leginkább egy mágián elégetnél mindenkit, és legutoljára magadat is, az pedig azonnyomban egy ilyen eléggé negatív kisugárzás, és akkor az az információ azt az energiát hajtotta meg. Azzá váltál. A karmával nagyon sok felképpen lehet bánni, de úgy nem, hogy ezt elfelejtjük. Tehát az energia és az információ, a karma elengedhetetlen két alkotó része. Egyik megváltozik, megváltozik a másik is. Megváltozik a másik, megváltozik az egyik is. Például a zen, amikor rengeteg leborulást tanít, rendkívül magas energiaállapot, rendkívül intenzív, nagyon gyorsan a karmának az információ tartalmát, az illúziókat, a hamis önképeket, az elvarázsoltságot ki lehet belőlünk pörgetni.
hogyha ezt alacsonyabb energiaszinten képzeljük el, akkor sokkal lassúbb, sokkal kínosabb, keservesebb, mert jobban féltjük magunkat, jobban félünk a változástól. Ha pedig az információ változik meg, amit a nem tudomként szoktunk tanítani, akkor először az önkép változik meg, mert hirtelen relatívnak látod azt a személyiséget, amit eddig abszolútnak gondoltál, és ezzel egót kovácsoltál belőle. Hogyha látod az információ, az önkép relativitását, akkor tudsz változni. És a nem tudom, az az egész tér, az a tiszta tér, amiben ez megjelenik. És ettől az energiád is megváltozik, a jelenléted is megváltozik. Tehát ez a fontos, hogy valamelyik oldalról kezd el. És hogyha vákumban vagy, és valami hiányzik, vagy valamilyen ilyen rossz érzésű semmi ilyesmi elfogna, akkor tér vissza látszólag egy házzal arrébb, de valójában egy világgal arrébb, amit csak úgy hívunk, hogy nem tudom. A nem tudomból adódik a pukkanás, mert mindig azt érzem, hogy nem magamat hozom ki ebből az állapotból, hanem külsőleg valami bejön. Például azt érzem, hogy iszonyatosan magányos vagyok, és egyszer csak jön egy telefon, és felhív valaki. És ezzel itt ez a puk. Tehát ez a nem tudom. Nem, ez a puk. A puk előtt van a nem tudom. Uh-huh. Ez, hogy magányos vagyok, és nem tudom, hogy ez hogy fog változni, és a nem tudom, az már nem magányosság, mert ha ragaszkodik az ember a magányhoz, és sajnáltatja magát, vagy egyéb ilyen mély identitásbeli műveletei vannak, akkor az egyre magányosabb lesz. Tehát a magányosságban van úgy, hogy az ember kiveszi az energiát belőle, úgyhogy nem gondolja el, hogy ő magányos. Nem feledkezik bele ebbe az érzésbe, hanem észreveszi, hogy most éppen este van és sötét. Ez nem magány vagy társasság. Itt az egyén el tudja felejteni a saját állapotát, a saját öndefinícióját. És ebből jön a puk. Ebből van az, hogy egyszer csak telefon. De amíg az ember mondjuk dühös azért, mert senki nem hívja föl, addig nem is fogja fölhívni senki. Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan és miért működik a leborulás? A leborulás úgy működik, hogy egymás után legalább 108-at megcsinál az ember az adott koreográfia szerint. Ez a hogyan, hogy miért, fogalmam sincs. Működik. Mert hogyha nem működne, nem csinálnák 2500 éve. Tudok ilyen aprócska magyarázatként is szolgáló gondolatokat mondani, hogy a nagy ént, vagy az éntelent, a kicsi én fölé emeled, megtisztul az energiarendszered, mert megfelelő légzéssel a mikrokozmikus energiakör itten áramlik. Tehát ezeket a magyarázatokat én el tudom neked mondani, de valójában fogalmunk sincs, hogy mitől működik. Tehát ezek megint csak működő, jóindulatú részigazságok. Az egész terád vár, hogy tapasztalt. Tökéletes, köszönöm szépen. Szívesen. Én a hitről szeretnék kérdezni, és a tudásról, hogy a kettő között, és hogy mettő hova, és hogy mi. Hogy melyik fontosabb, vagy honnan, miből. A válaszomat azt hinni, vagy tudni szeretnéd? Tudni. Akkor a hitről nem beszélek. Hát, hogyha tudni szeretnél. Tudni. Így unalmas lesz. Tudás mögött mindig van valami tény. A hit az természetesen transzcendens forrásból származik, és én azt gondolom, hogyha egymást kiszolgálja a két minőség, akkor az nagyon jó. Tehát a hitet azt tudás által nem tudod megszerezni, egy bizonyos ideig el lehet menni. Kb. Olyan, mint amikor a golyó a puskacsőből, ugye a závártól elmegy a csőszájfékig. Ez a tudás. És utána pedig a röppájának a 99,5%-a az a hit. Köszönöm. Szívesen. A becsapódás is tudás lesz. Mert az biztos, hogy ott van. Azért mondok egy kis zent is, jó? Tehát a zenben három nagyon fontos alapelem van. Az egyik a
Nagy kérdés. A nagy kérdés az az, hogy nem részigazságokra kérdezünk rá, hanem az alapra, hogy ez mi. Ott bent. És ez a nagy kérdés az, ami a sok-sok kis kérdést úgy magához rántja, ahogy a mágnes a vasreszeléket. És így az összes vasreszelék a mágnessé válik. Ahhoz, hogy ezen a folyamaton te menj és végig menj, ahhoz nagy bátorság kell, miért? Mert az illúzióvesztést ki kell bírni. Fel kell nőni. A gyermek akkor válik felnőtté, hogyha teremtő képességét elnyeri. És ez nem képzelhető el másképp csak úgy, hogy megfizeted az árát. Ez pedig te magad vagy. Az az önkép, az a világkép, amivel eddig te rendelkeztél. És hogyha ezt a bátor kérdésfeltevést tovább folytatod, akkor egyszer csak már semmilyen részigazság nem jelenik meg, mint válasz. Semmilyen felvett identitás nem marad meg, mint te. Látjuk a szerepeinket, de sokkal inkább látjuk a rendezőt. Azt a rendezőt, amelyik az avatárodat rendezi, a személyiségedet alakítja. És ez nem személy. Nagyon fontos, nem a személyiséged egyik része rendezi a másikat, mert akkor két darab lenne belőle, holott néha még egy is sok. Okay? Úgyhogy a nagy bátorságból lesz a nagy hit, mert ez csak tapasztalati alapú. A tudásban folyamatok vannak, modellek, rendszerek, kísérletek, logika, racionalitás. Nagyon jól tud működni, én szeretem. De amikor a tudás a hit helyére be akar költözni, láss teológia, bármilyen teológia, keleti vagy nyugati, akkor az Isten kép vagy a Buddha kép le fogja uralni az Isten élményt vagy a megvilágosodást. Onnan tudod, hogy a tudás beköltözött a hit helyére. És amikor vakon a racionális, anyagi, érzékszerű folyamatok ismerete nélkül a kicsi hitből, a babonából szeretnénk dolgozni, akkor a hit behelyettesítette magát a tudás helyére. És ez baj. Mind a kettőnek dolga van. Mind a kettő a maga nemében szükséges. Az egyik az elme, a másik az, ami az elmén túl van. Tehát, hogyha a nagy kérdés megvan, és a nagy bátorság is, akkor a nagy hit, amely tapasztalati alapú, az eljuttat abba az állapotba, ami mindig olyan tiszta, mint a tér, és tiszta, mint a tükör. Ezen belül tud az elme helyesen működni, tud, a szív helyesen működni, érez, és a személyiséged összes többi funkciója is a helyén van. De ez a nagy tér, nagy tükör nincs meg, akkor még a hited sincs meg. Nincs meg az egyévválás, nincs meg a kiegészülés, nincs meg a gyógyulás. Csak varázsok vannak. Köszönöm. Szívesen. Amíg az elme érzelmeket generál, addig beszélhetünk-e tisztánlátásról? Igen. Például most nem voltál érzelemmentes, amikor a kérdést föltetted, de tisztán hallottad a kérdésedet. És ez nagyon jó. A tisztánlátás az akkor alakul ki először, amikor tényleg a tükör minden folttól, minden azonosulástól megszabadul. Ezért meditálunk, ezért gyakorlunk. De utána a tükör minden tárgyat tisztán mutat, meddig, amíg az azonosulás nem keletkezik újra. Amíg nem ragadtam, hogy ez én vagyok, nekem ez kell, nekem ez a drága szág, érted? És hogyha az azonosulás újra beáll, akkor a tükrön ott pont folt keletkezik. És a folttal szemben már nem lát. Akármit teszel elé. Tehát semmi nem gátolja a tisztánlátást, de egy rossz mozdulat teljesen széttörheti a tükröt, teljesen mindegy, hogy mit ragasztasz rá. Az a ragacs az azonosulásnak a tapasza. És onnantól kezdve, amit elétettél, biztos, hogy nem lesz tiszta a kép. Általában ez nem nulla vagy egy, hanem ilyen félig áteresztő hártyákat szoktunk rárajzolni a tükörre. Ilyen kis, ez tényleg én vagyok? Ilyen kis önképeket, hogy huha, most akkor ez így jó.
És akkor ezeket a kétségeket oda elkezdjük ráfesteni, apró kis hajszálrepedések, meggyőződéseknek a kis varratai, kis veretei ott vannak a tükrön, és még csak karcos. Honnan tudod, hogy ez baj? Egyszer csak jön egy nagyon nagy sokk, nagyon komoly impulzus, és pont a pici repedés mentén ott törik. A kicsi kétségből így lesz óriási törés az életben. És itt kell a megbízhatóságról beszélni. Tehát abban tudsz bízni, amit tapasztaltál. Abban tudsz bízni, aki a folyamatos kötődésben bizonyított. És te is bizonyítottál. Barátságtól kezdve párkapcsolatig, családig, szangáig, itt a lojalitáson, önzetlenségen, tisztánlátáson múlik minden, minden. És akkor minden hibát lehet javítani, a kicsit is, meg a nagyot is. Nem válik a tükörnek úgy a részévé, hogy a kimondatlanságok hajszálrepedései mentén csak egy hatalmas ütés következik be, és széttörik minden. Hát ezért kell az apró részletekkel vigyázni, mert hogyha sok-sok minden ott kis buborékként benne van az öntvényben, pont ott fog törni. Úgyhogy azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amiben okod van hinni, és legyen bátorságunk e kettőt végigvinni. Köszönöm a figyelmet!